Jó estét kívánok! Tüntetés a fővárosban, tüntetés Röszkén, tüntetés a CEU-ért, tüntetés a civilekért és a kormányváltásért, tüntetés a tüntetésért. Körülbelül így fogalhatjuk össze a nagy hét és a mögöttünk álló ünnepek belpolitikai történéseit, kiegészítve az ezekhez kapcsolható feljelentésekkel, ítéletekkel és nyilatkozatokkal, és ez mai műsorunk tartalomjegyzéke is. Vendégeinket pedig már jól ismerik, Németh Pétert a Népszava, Rajcsányi Gellértet, a Mandiner, Borokai Gábort, a Heti Válasz és Kovács Zoltánt, az Élet és Irodalom főszerkesztőjét. Köszöntelek benneteket, és akkor kezdjük talán ezzel a sokféle tüntetéssel. Szerintetek mi az, ami összeköti, valamiféle közös rendszerbe foglalja ezt a sokféle célú, sokféle helyszínű tüntetést? Nekem az első, ami összeköti őket, a fiatal korosztály. Egy olyan korcsoport, egy olyan generáció, amelyik eddig politikailag egyáltalán nem volt aktív. Felejtsük el most egy pillanatra ezeket a kiszólásokat, soros bérrendszerzéseket. Ennek a fiatal generációnak az aktivitása mindenképpen egy új vonás ebben a mostani tüntetés hullámban. A másik számomra ez a szervezetlenség, tehát hogy a közösségi médiát használva szervezik meg magukat, de önmagában maga a demonstráció nem egy túlszervezet, vannak szónokok, de tulajdonképpen onnan kezdve maga a lényeg, az pedig a szervezetlenségből egy ilyen örömtüntetésként jelenik meg. Ezt a két elemet említeném én első helyen. Ugye 2011 körül volt talán a Nem tetszik a rendszer című dal, még talán emlékszünk erre, sokunknak a fülében megmaradt. Ugye az a kérdés, hogy az a közeg, amelyik ezzel a dallal például 2011-ben tüntetett, tehát mondjuk a városi, sőt budapesti, pesti, fiatal, szabad elvű, liberálisabb középosztály gyermekei, hogy ők is most vannak kint az utcákon, egyáltalán bővült-e ez a tábor, vagy pedig néhány évente, mindig egy pár évvel fiatalabbak, de nagyjából ugyanez a közösség megy ki az utcákra, mert azért a CEU elleni, vagy CEU melletti első ilyen nagy tüntetése tényleg nagyon sokan mentek ki, ugye egy héttel ezelőtt vasárnap, de utána viszont mindegy, hogy leredukálódott volna arra a szűkebb magra ez a tüntetés sorozat, amelyik egyébként már a korábbi években is többször kiment az utcákra. Nem, ez abszolút nincs így. Ez abszolút biztos, nem, mert hogy jóval kevesebben voltak kint most az utóbbi néhány napban. Az, hogy nem voltak kint 80 ezeren, az szerintem természetes. Az, hogy ez ugyanaz a társaság lenne, azokra redukálódott le, akiket korábban 2011-ben láttuk, ebben egészen biztos vagyok, hogy nincs így. Tehát teljesen új generáció lépett be ebbe a tiltakozás hullámba, más is a tüntetési kultúrájuk, mint amit eddig láthattunk, teljesen más. Még Gulyás Márton szerintem végtüntette az elmúlt 7 évet, és ott volt 2010-től, ez a szerintem minden egyes tüntetésen is, most is ő a most az, hogy vannak olyan emberek, akik egyébként kijárnak tüntetésekre, lásd Gulyás Márton, aki ráadásul egyfajta emblematikus alakjává vált a menet közben, jól észre kormányzat, vagy nem tudom kinek a hibájából, de az utolsó tüntetésen ő volt az, aki amúgy ebben a szervezetlenségben egyfajta új irányt is adott ennek a demonstrációs sorozatnak, akkor, amikor egy világos célt fogalmazott meg, elsősorban a választási törvényeknek a megvitatását és átalakítását. Nekem az a véleményem, amit már egy héttel ezelőtt is mondtam, és az elmúlt hét csak erősített ebben, hogy Orbán Viktornak szerintem nincs érzéke ezekhez a civilizációs balhékhoz. Ő úgy gondolja, hogy ez a CEU, ez egy 1000 embert érintő 5. kerület falain, határain belül maradó probléma, holott egyáltalán nem így van. Ez jobban szembe találta magát egy olyan erővel, amelyikkel egyébként láthatóan nem tud mit kezdeni, mert most már nem az a kérdés szerintem, hogy Orbán Viktor kihátrál le a CEU ügyből, hanem az a kérdés, hogy a CEU kihátrál le ebből a történetből. Én úgy látom, hogy itt azért sokan fölmérték már Orbán környezetébe is, hogy baj van ezzel az egész CEU történettel. Amit a Palkovics államtitkár mondott, hogy meg lehet ezt oldani úgy is, hogy a CEU valamiféle szerződést köt a Közép-Európai Egyetemmel, ez ennek a kihátrálásnak a jele, de én úgy látom, hogy itt most már a CEU előbb-utóbb valamiféle biztosítékokat is akar kérni arra, hogy ez
a valószínűleg valamilyen értelemben mégiscsak visszavonandó törvény igen, után... Zoli, vannak, akik meg egyre beljebb mennek, láss Schmidt Mária. Várj most egy pillanatra, a Schmidt Mária ebben a szempontból, én most Orbán Viktorról beszélek, Schmidt Mária menne beljebb, de ő nem olyan értelemben nem tényező, mint Orbán Viktor. Nem az van, amit Schmidt Mária akar. De miért most a Palkovicsal mondom? Igen, de én azt gondolom, hogy itt most már egy ilyen ostromlott vár lesz a CEU-ból, és nem biztos, hogy épp bőrrel meg fogja ezt úszni ezt a kormány. Itt most már, hogyha tényleg garanciákat kér majd a CEU arra, hogy a működését hagyják békén, akkor nem tudom ebből mi lesz. Na most itt megint ugyanakkor közeledik egy újabb fekete felleg, mert 4 nap múlva jön ez a civil törvény, ami szerintem ugyanilyen ellenállásba fog ütközni, és ezeket az indulatokat fölkorbácsolja. Megint visszatérek az alapállításomhoz, hogy Orbán Viktor szerint ez olyan, mint a boltbezárás. Ez nem így van. Meg olyan, mint a netadó. Az se így van. Ezek civilizációs balhék, amik hamarabb átterjednek a határokon túlra, mint ő ezt hinné. Ezért a hangnemben nincsen visszavonulás, tehát Orbánnak a húsvét vasárnapi interjúja azért meglehetősen harcos volt a viszkető tenyérrel. Egy kicsit várjunk azért még, tehát egyrészt azt mondod, hogy Orbán Viktor nem tud mit kezdeni ezzel a civil ügyel. De vajon mi az oka annak, hogy nem tud mit kezdeni vele? Nem az, hogy saját 25 évvel ezelőtti saját magukkal nem tudnak mit kezdeni? Tehát, mintha saját magukkal találkoznának szembe, és ez zavarja meg őket, nem? Igen, nekem ez jutott eszembe, miközben hallgattalak benneteket, illetve miután a kérdést meghallottam, hogy itt azt kérdezted, hogy mi viszi ezeket a fiatalokat nap-nap utána a térre vagy az utcára, a szabadságféltés. És e tekintetben a kormány mondhatja azt, hogy valamiféle főgonosz oltogatja ezeket a fiatalokat. Egyrészt kell egy táptalaj, kell valami, ahhoz, hogy erdőtűz legyen, ahhoz száraz aljnövényzet szükséges. Tehát most megvan ez a helyzet. Most gyújtogatni életveszélyes, tehát most ilyen tűzvédelmi szabályzatot kéne bevezetni, de már késő. Tehát akkor dobták oda ezt a CEU ügyet, megmagyarázatlanul, kidolgozatlanul, előkészítetlenül, amikor ennek volt táptalaj, és meggyulladtak ezek a tüzek. A fiatalok azt érzik, hogy valamit el akarnak tőlük venni. Nem pontosan érték, hogy mit, de inkább a szabadságban tudják ezt megfogalmazni. Szerintem annak idején Orbán Viktorék, és amikor a Fideszt megalakították, akkor ugyancsak ezt érezték, hogy a szabadságukért ki kell állniuk, és ezért bármilyen áldozatra készek. Tovább nem mennék. Szerintem ez az, ami most egy éltető erő. Nagyon valószínű, hogy és azért ugye mi már tovább lépkedtünk a tekintetben, hogy a kormány próbálja a lyukat betömni, és azt mondani a CEU-nak, hogy itt egy kis kaput esik rajta kifáradni, egyébként pedig Soros Györgyöt jobban bemutatni az országnak, még annál is, mint ahogy ez eddig sikerült. És itt már szó esett Schmidt Mária cikkéről, majd szerintem bővebben is beszélünk róla. Tehát Soros György valóban egy speciális jelensége a világnak. Kelet-Közép-Európában megvannak az ő üzleti és politikai szándékai, és ennek érdekében sok mindent tesz, olyat, amit a kormányok nem üdvözölnek lelkesen, sőt tesznek is ellene, szerintem az helyén való. De ez a küzdelem, ez sokkal szélesebb annál, mint hogy nagyon röviden le lehet rendezni. Azt mondtad az előbb, hogy ilyenkor vigyázni kell a tüzekkel, a gyújtogatással, de mintha most már nem csak a CEU ügy égne, ugye, hanem itt most már a választási törvénytől kezdve a civilekkel kapcsolatos kormányzati elképzelésig, tehát most attól, hogy mondjuk a CEU-ból kihátrálnak, az szerintetek mennyit változtatna ezen? Az a kérdés, hogy a választási jog az mennyire köti le az embereknek a nagy többségét, illetve azt nem tudom még, hogy a Gulyás Márta még hogyan képzelik-e, hogy bármifajta változást érjenek el a választási törvényben, hiszen ahhoz a parlamenti többséget kellene maguk mögé állítani parlamenten kívülről, ugye, a Fidesz megmondani, azért ettől nagyon-nagyon messze. Van itt ennek egy előkép, amit Haraszti Miklós különben meg is fogalmazott, tehát 89-ig menjünk vissza, hogy oda kell kényszeríteni a tárgyaló asztalhoz a Fidesz képviselőit, és átbeszélni azt, hogy egy egységes, arányos választási törvény legyen. Én szerintem ez egy nagyon helyes törekvés, mert ez valamiféle irányt ad valóban ezeknek
a demonstrációknak. A másik érdekes dolog egyébként, csak Gáborhoz akartam hozzáfűzni, hogy itt, ha már a generációnál tartottam én, vagy tartok még változatlanul, hogy itt azokat az embereket, akik ennek a generációnak a tagja és most demonstrálnak, tüntetnek a kormány ellen, a legendásan jó kommunikáció most visszájára fordul, azzal szembesülnek, azzal, hogy lesoros bérencezik őket, azzal, hogy ők valamiféle ügynök hálózat részeként manipuláltan mennek az utcára, hogy a kormányzat, a Fidesz hazudik. Ők maguk tudják, hogy ők semmiféle ilyen típusú hálózatnak nem részei, nem bérelték föl erre őket. És ez egy nagyon-nagyon nagy erő a kormányzat. De mondott te azt, hogy a Fidesz hazudik, a kormányzat hazudik, miközben Orbán Viktor a hétvégén egy ilyen húsvéti interjúban azt mondta, hogy mi kimondjuk a valóságot, az ellenfeleink meg csak kitalálják. Most akkor ki az, aki hazudik, és ki az, aki nem hazudik, és ki döntse ezt el? Ezzel az egészen szerintem egy mondatban egyszer már ezt úgy leírni, nem szeretem magam ismételgetni, de Orbán Viktor előbb-utóbb egy tragikus hős lesz. El fog bukni, ez nyilvánvaló, mert ennyi mindent nem lehet csinálni, amit ő csinál, ennyi háborút nem lehet folytatni. Ő tényleg olyan, mint a rabszolga, amelyik csak azt nézi, hogy mi lesz. Ő nem szabad ember akart lenni, én nekem most már ez abszolút meggyőződésem, ő egy hajcsár akart lenni. Neki az ideálja nem a szabadság volt már 89. De 25 évvel ezelőtt sem szerintem. Azt kell mondanom, hogy igen, amikor elmondta azt a beszédet 89-ben, én nekem tetszett az a beszéd, ma is tetszik. Sokan azt mondták, hogy figyeld meg ebből az emberből, mi lesz. És azt mondtam, hogy ez hülyeség, nem ez lesz belőle, ez egy igazi szabadsághős. Be kell látnom, hogy nem, nekik volt igazuk, azoknak, akik aggódtak. Ez az ember soha nem akart szabad ember lenni, ez mindig hajcsár akart lenni. Ezt visszamenőleg kell, hogy mondjam, ahogy hatalomhoz jutott, az lett belőle. És nem a szabadság eszményt bővítette, hanem mindig úgy ambicionálta ezt a dolgot, hogy az ő malmára hajtsa a vizet, az ő elképzelései azok nem a szabadság eszményéből, vagy a szabadság, az igazi szabadság élményből fakadtak, hanem az abból, hogy ő egy országot vezessen, visszakapjon mindenki mindent, mégpedig megadja nekik most aztán, amit kapott. Ő nem kapott senkit, semmit, de amit mondjuk a magyar társadalom az oroszoktól, vagy nem tudom mi forgott az agyába, de hogy az ő szabadság eszménye megbukik, és meg fog bukni, mert ezt nem fogja tudni végigcsinálni. Az, hogy oda csapódik ezekhez a volt kommunista vezetőkhöz, az, hogy elhatárolódik az atlanti gondolattól, ez teljesen egyértelmű, egy zsákutca, és ennek ma már úgy, ahogy látni a végét. De miért vagy ebben biztos, hogyha a magyar választók tömegeit nézed, ugye amikor ő azt mondja szintén a hétvégi interjúk valamelyikében, hogy ha a magyar emberek biztonságáról van szó, akkor nincs pardon. Mert ez egy jól hangzó mondat, mert megvédem őket. Igen, csak ugye választást kell nyerni. Kérdés, hogy a civilek tudnak-e választást nyerni? Orbán Viktor ezzel a mondani. A civilek fognak, pártok indulnak majd, de hogy alakul a 2018-ig. Ez az idő rövid is, meg hosszú is. Van annyira hosszú, hogy meg lehet bukni ekkora fölényből. Az egy más kérdés, hogy strukturálisan nagyon beágyazott a Fidesz, mert úgy alakult a 7 év alatt, úgy alakították, hogy nagyon erősen földúzzasztották az államapparátust, rengeteg állami alkalmazott jól él, ezt nem lehet mondani. A társadalom nagy része persze másként vélekedik erről, de azok körében, akik elmennek szavazni, valóban fölényük van. Nem biztos, hogy azok, akik nem szavaztak eddig, azok soha nem fognak szavazni. Amire egyébként az ország biztonságával kapcsolatban mond, én azt hiszem, vagy úgy látom, hogy ez tulajdonképpen egy visszatérés egy tavaly évelei retorikához. Akkor, amikor ugye egy lejtmenetbe került a kormányzat a netadóval, az amerikai kitiltással, a vasárnapi boltzárral, hogy sorozatban jöttek egyrészt a demonstrációk is, másrészt pedig azok a negatív hatások, amelyek a kormány bírálatából következtek be, és ennek jött egy fordulata akkor, amikor Orbán ma már azt mondhatjuk így, hogy nagyon éles észre rálátott arra, hogy a menekült válság itt lesz egy központi kérdés Európában. És ma
ugyanezt a menekült válságot próbálja fölépíteni, szembe menni azokkal a dolgokkal, azokkal a tüntetőkkel és azokkal az értelmiségi körökkel is, hogy ez fog újra működni. Ezért beszél arról ország biztonságáról, hogy Soros le akarja bontani a kerítést az ország határon, szó nincs róla, hogy a Soros bármit le akarna bontani, de mégis ezt a fajta félelmet akarja újra föléleszteni az egész országban. De csak akarja, vagy sikeresen feléleszteni, mert amikor azt mondja, hogy az igazi sorsdöntő konfliktus, hogy milyen népesség lakja Európát a jövőben. És hát ma még azért erre a magyar választóemberek nagy része vevő, és ebből a szempontból kérdezem én azt, hogy ugye a sokféle tüntetés, ami most az elmúlt rövid időszakban volt, például a Röszkei nem lóg-e ebből ki? Mert a többinél, minthogyha az emberek nagy tömegei, és a korábban őt támogatók is egyre többen fordulnak vele szembe, és mondják azt, hogy hát tulajdonképpen igazságtalan, amit csinál. A Röszkei tüntetés esetében nem vagyok benne biztos, hogy a migráns ügyben ugyanaz hát a nagy tömeg. Ott ilyen igazi migránspárti radikálisok mentek, akik a határok megnyitását, meg a határoknak az eltörlését követelték. Hát ez a magyar választóknak a 99%-ával szerintem nem egy. De ezt le tudják választani a többi tüntetésről? Tehát ez az nem egész... tudják, ott is Gulyás Márton volt az aktivista egyébként. Nem tudják leválasztani. Én is azt gondolom, hogy az az érve egyébként a Fidesznek, hogy Soros Györggyel azért kell minden fronton leszámolni, és így a CEU is belekerül a nagy kalapba. És ebbe a kalapba van a civil szervezetek, vagy az NGO-k elleni törvény, amelyik előkészületben van, és a migrációval kapcsolatos felfogásbeli különbség, mert ez az utóbbi, ez nagyon érzékenyen érinti az ország szavazópolgárainak a jelentős részét, és nagyon kormánypárti a választóknak a jelentős többsége. És hogyha ehhez tapasztják hozzá, ha a... milyen Márton? Gulyás. Ha Gulyás Márton itt is, ott is megjelenik, amennyire pozitív alak lehet a CEU tüntetésen, annyira negatívá válik a határ mentén, mert ezt nem támogatják az emberek. Hát ha az ő személyében Soros György is megjelenik a háttérben, akkor az egész CEU is elbukik, miközben nyerőre áll. Tehát az látszik, hogy minden politikai, akár civilnek látszó politikai szándék is azt a témát próbálja meg erőltetni, amelyben nyerőnek érzi magát. Tehát most ugye kérdezted, hogy föltűnnek ilyen-olyan témák a tűz körül. Persze, amikor azt látják, hogy izzik a parázs, lángol a tűz, akkor mindenki oda viszi a maga pecsenyét, és ott megpróbálja megsütni. Megjelennek a különböző témák, és megjelenik az, hogy legyen arányos a választás. Semmi köze nincs a CEU történethez az arányos választás, de rögtön odafutnak vele a tűzhöz, mert azt gondolják, hogy most tűz van, akkor mindent végbe lehet vinni. Én ezt nagyon nem így gondolom, Gábor. És ezért veszélyes, ezért látszik a Gulyás Mártonon, hogy amatőr, miközben lánglelkű, és nyilvánvaló sokat döbbott az ő népszerűségén, hogy három napig ültették a kóterban, majd a bíróság elítélte. Majd utána egy lejárató hadjárat indult ellene a médiában, ami megint csak kezére játszik. Egyrészt azért pontosítsuk, nem, hogy mit jelent az, hogy a médiában? A kormány médiájában indult be egy gusztustalan, elfogadhatatlan, amire annak idején még korábban emlékezünk vissza Tóbiás József felesége kapcsán, még megpróbálták néhány napig karanténba zárni a 888-at, mert arról beszélünk. Ma már ez senkit nem érdekel, tehát úgy még mélyebbre mehetnek ezekben a dolgokban, személyes jellegű dolgokat, érzékeny jellegű dolgokat próbálnak tálalni az olvasók számára, hogy ezzel lehetetlenítsék el, vagy hozzák lehez helyzetbe. Szóval én azt nem gondolom, hogy szabad az egész médiáról beszélni. Én csak azt gondolom, hogy a kormányzatnak elemi érdeke ezt a történetet most a CEU-val szemben bukásra áll, kénytelen kiskaput nyitni, kénytelen levezetni a feszültséget, a gőzt valamilyen módon, akkor az egész történetet áthelyezni a migránsokkal kapcsolatos politikára, és abban a pillanatban nyerővé változik. Én azt nem tudom, hogy abban a pillanatban nyerővé válik-e. Egyébként hát még egy dolgokban vitatkoznék veled. Azt mondta, hogy a saját pecsenyét akarja mindenki sütni, és ide soroltad Gulyás Mártont a választási törvénnyel kapcsolatban, igen. És azt mondod, hogy semmi köze hozzá. Én szerintem igen. Tehát ha elindul egy kormányzat elleni tüntetés sorozat, akkor aznak az csak nagyon kicsi része, egyrészt a maga a CEU, meg kicsi
részévé válik önmagában ez a bekövetkező civil törvény, mert az egész rendszer, és így válik rendszer, nem a rendszer ellenes, hanem ezen a Fidesz-féle rendszer elleni fellépésé, és ennek egy nagyon-nagyon fontos eleme a választási törvény. De már meg, tehát már azt várod, vagy azt vizionálod, hogy itt már az egész ország utcára vonul, vagy utcára fog vonulni holnaptól, azért én ezt nem látom. Mindenről összefügg, az igaz, és az, hogy leengedi a gőzt, de hadd mondjak valamit, 86-ban, 87-ben, amikor a Bős Nagymaros ellen az első tüntetéseket megszervezték, akkor azt mondta mindenki, hogy hát ez majd lecseng. Nem ezért bukott meg a rendszer Bős Nagymaros miatt, de Bős Nagymaros egy folyamatosan visszatérő, és arról a kormányról már nem lezárható, lerázható valami lett, hogyha Bős Nagymarost emlegetik, az lett az ellenzékiségnek és a Kádár-féle rendszerrel való szembenállásnak egy ilyen emblematikus kifejezés, hogy Bős Nagymaros. Abszolút szimbóluma. Na most szimbóluma. Na most persze, hogyha nem egyeznek meg az oroszok, az amerikaiak, akkor mindig Bős Nagymaros van, ezt én el tudom képzelni. De a probléma, ami a gőz levezetését engedi, illeti, az nem olyan egyszerű. Lehet, hogy el lehet téríteni ezeket a dolgokat, és lehet, hogy én csak a reményeimet mondom akkor, amikor azt látom, hogy azért ezek a tüntetések sokkal egyszerűbben, és sokkal több különböző helyről, nem igaz az, hogy Gulyás Márton szervezi egyedül ezeket a tüntetéseket. Mert viszont ezt nem is mondta senki. Nem, de azt mondtátok, hogy mindenhol a Gulyás Márton. Megjelenik, akkor ő, igen, nem látom mögötte Soros Györgyöt. Te látod mögötte, de én nem látom mögötte Soros Györgyöt. Az, hogy lement Röszkére, nyilvánvaló, hogy Röszkén nem lesz 60 ezeres tüntetés, mint Budapesten, mert Röszkén összesen nem laknak 6 ezeren. Vagy nem tudom hány ezeren, bocsánat, hogyha többen laknak Röszkén. Én nem mondtam, hogy Gulyás Márton mögött ott van Soros György. De valaki, te mondtad, hogyha nem, majd ott lesz mindig, akkor ott látható mögötte Soros György. Hát személyben is, hogyha a tüntetések a 80 ezres, a 15 ezres és a 372 darabos vagy személyes tüntetéseken vannak azonosítható figurák, akkor azok egybe mossák. Mindig lesznek azonosítható figurák. Orbán Viktor is annak idején egy azonosítható figura. Azonosítható figura volt. És Soros György állt mögött. Az kétségtelen tény, csak ebből a három történetből, a civilekből, a CEU-ból és a migránsügyből. A migránsügy egy olyan terület, ahol a kormány mindig nyerni fog az elkövetkezendő hónapokban, években, egészen biztos vagyok. Én meg arra kérlek benneteket, hogy amit most mondanátok, azt próbáljátok egy néhány percre visszatartani, és akkor ugyanezzel a témával folytatjuk. Ez itt továbbra is a Főszerkesztő klubja, és továbbra is a tüntetésekkel, illetve azok következményeivel foglalkozunk. Például azzal, hogy Orbán Viktor két húsvéti interjút is adott, egyet a Kossuth Rádiónak, egyet a Magyar Időknek, és hát ott, hát mintha egy kicsit kikelt volna magából, mert olyanokat mondott, hogy ami rejtve volt, most napfényre került, akik a CEU-t védik, azok mind Soros emberei, meg hát, hogy ő nem érti, hogy akadémikusok, tudósok, magyar professzorok, tulajdonképpen nem tudják, hogy hol a helyük. Tehát, hogy nem a saját egyetemeiknek az egyenlő esélyeivel foglalkoznak, és azt védik, hanem a CEU-t. És ezt őt nem értik. Ti tudjátok? Pedig tudtok segíteni? Gondolkodnia, mert hogyha elgondolkodna rajta mélyen, akkor lehet, hogy fontos fölismerésekre jutna. Például arra, hogy nem mindenki hülye, és nem mindenki hülye, aki másként gondolkodik, mert lehet, hogy a világnak van egy másfajta igazsága is, és ezek az emberek, ezek azért gondolják, hogy Orbán Viktornak, meg ennek a CEU törvénynek ez rossz, mert védik azt, amit már egyszer megszereztek, ahogy a Gábor is mondta, hogy valamiféle szabadság védelem van e mögött, az egész mögött, és az, hogy olyan egyetemnek a vezető emberei is kiállnak a CEU mellett,
amely egyetemek egyébként rosszabb anyagi körülmények között dolgoznak, mint a CEU, az azért kell, hogy jelentsen valamit. Itt nem csak arról van szó, hogy miért nem védik meg a saját érdekeiket, hanem arról, hogy ezek az egyetemi emberek azt látják, hogy egy egyetem önállósága és pozíciója sérül, akkor az egész egyetemi élet sérül. Orbán Viktornak ezt meg kéne érteni, de úgy látszik, hogy ezeket a dolgokat ő már nem érti meg. Soha az életben. 7 év eltelt ugye szinte teljhatalomban, ugye nagyon sokáig kétharmaddal, és a hatalmi logika az mindent maga alá gyűrt, és ugye erre még rá is erősítettek mindig ugye a propagandával, kampánnyal, meg ugye a Fidesz gépezetnek az elvárt működésével, működtetésével, és tényleg elfelejtették. Szerintem nagyon sokan a Fidesz vezetésében léteznek más logikák, és létezik más megközelítés is, már pedig ezzel együtt kellene élni, mert ez az ország egyébként, meg ez a társadalom is annál sokkal inkább sokszínű, meg plurálisabb, mint ahogy ezt egy hatalmi központban elképzelni. Egyébként ilyenkor nem pusztán az a CEU, tehát nem, hogy az anyagi különbségek miatt jut eszükbe, hogy föl kéne szólalni, vagy ne, hogy miért nem azért küzdenek, hanem ezeknek az egyetemi vezetőknek, vagy az egyetemen alkalmazottak, az is fölsejlik, ami az elmúlt esztendőkben történt, ami a saját jogbizonytalanságokat illeti, hogy egyszer csak a kormányzat fogja és kiemel egy teljesen a semmiből létrehozva és hihetetlen anyagi juttatásokban részesítve, ugye ez a központi egyetemmé vált, mi is a pontos neve, nemzeti közszolgálati egyetem. De meg az alapjai nem a semmiből hozták létre, nem összeraktak ugye 100 éve létező intézményeket. Igen, de magát az összintézmény az mégiscsak a semmiből jött létre, mint az épület együttesével, ahogy elfoglalta ott az egész területet. Emlékszünk, hogyan próbálták háttérbe szorítani a Corvinus Egyetemet. Szóval ezek mind előjönnek, hogy olyan voluntarista módon legalábbis távolról kezelték ezeket az egyetemeket, amik ebben a tüntetés sorozban szerintem mind fölsejlenek, hogy nincs az a biztonság, hogy tudja, hogy holnap ugyanígy fognak gondolkodni az ő egyeteméről, vagy háttérbe sorolják, vagy mi a bűnt követnek, és milyen retorziók lesznek. Szerintem ezek is benne vannak ebben a dolgokban. Pont téged akartalak kérdezni. Két adással ezelőtt, nem tudom, emlékeztek-e rá, ide emeltem azt a gondolatot, hogy senki nincs, aki kiállna a CEU törvény, én is így mondom, tehát a felsőoktatási törvény módosítása mellett. Tehát nincs az egyetemi szférában, miközben a kormányzati retorika arról szól, hogy megszüntetni a privilégiumokat és verseny hátrányát a magyar egyetemeknek. Akkor evidencia kellene, hogy legyen, hogy a magyar egyetemi elit az azt mondja, hogy igenis, egyenlő pályák, egyenlő esélyek, a CEU maradjon csöndbe, és örüljön, hogy ugyanolyan feltételek között dolgozhat, mint ahogy a magyar egyetemek is dolgozhatnak, és nem volt senki, aki megszólalt volna. És most megszólalt valaki, Király Miklós, aki ez egy kis privatizáció, nekem évfolyam társam volt, egy nagyon kiváló polgári jogász, professzor egyébként, és egy hosszú Facebook bejegyzésben elmondta a miniszterelnöknek az ő érveit, miközben azt azért tegyem hozzá, gondolom sokan olvasták Király Miklósnak a bejegyzését, de Király Miklós abszolút polgári oldali ember, és olyan körhöz tartozik, amelyik azt mondhatja, hogy Orbán támogató volt, és ehhez képest most elmondja azokat az érveket, nem is tudom, hogy a múlt idő az helyén való, tehát hogy Fidesz szavazó, elmondja azokat az érveket, amelyek arról szólnak, hogy mi az, ami miatt nem támogatható ez a fajta fellépése a kormánynak, ez a fajta törvényátvitel, hogy ez mennyire a jogbiztonságot nem szavatolja, sőt, annak ellentmond, és mindazokat a történéseket is felemlíti, amelyben része volt a felsőoktatásnak az elmúlt időszakban, és amelyet nehezményezett a kancellároktól kezdve más változtatásokig. Tehát egy polgári oldali ember, és akkor, hogyha még utalhatok Weiser Alindának egy másik Facebook bejegyzésére, amely meg arról szólt, hogy hívott a műsorba olyan egyetemi, konzervatív egyetemi embereket, hogy mondják el a véleményüket, és senki nem vállalta a beszélgetést, hogy ez miért van így, miért van ez az elzárkózás, miért nem lépnek ki a színfalak mögül az emberek, és miért nem mondják el a véleményüket. És ez ugyancsak elgondolkodtató, de hogyha Orbán Viktor nem érti, hogy miért van ez a passzivitás a polgári oldali
értelmiség részéről, akkor érdemes neki okvetlenül alaposan elemezni a Király Miklósnak. Hagyják ez egy gondolatot, bocsánat. Az lette meg Orbán Viktor szerintem, hogy ő úgy gondolta, hogy már sikeresen atomizálta ezt a társadalmat. Hát vannak az ő emberei, az összes többit pedig atomjaira bontott, mindenféle érdek átrendezésekkel, és most arról kellett megbizonyosodnia, hogy ez a társadalomban még maradt szolidaritás. Ők rettenetesen utálják ezt a szolidaritást, tehát ők azért tudnak ilyen vidám sajtótájékoztatókat tartani, mert amit már sokszor elmondtam, az újságírók se szolidárisak egymással, és ha valakit megszégyenítenek, a többi jót nevet. Ezt szeretné, hogy az egész társadalom, amelyik nem az ő pártján áll, az egymástól teljesen elkülönült ilyen halmazok lennének, ilyen nem tudom milyen elemek. Na most itt rá kell, hogy döbbenjen arra, hogy olyan emberek, mint a rektor, olyan ember, mint a valamelyik áruháznak az igazgatója, a Decathlonnak az igazgatója, akik tényleg közismerten konzervatív emberek voltak, meg a Kovács Tamás, a vívó, akik közismerten konzervatív emberek voltak, nem beszélve az összes egykori gazdasági miniszteréről, azt mondják, hogy ennek ez így most már fölháborító. És tényleg föl vannak háborodva olyan emberek, és ezzel nem tudom, miért nem lehet elgondolkodni. Hát megvan adva a lehetőség. Van egy halom ember, ott vannak ezek a léhűtők körülötte, akik tényleg mindenféle vizsgálatot el tudnak végezni. Persze jó lenne, hogy a reális vizsgálatokat végeznének, mert az összes többiből Orbán Viktor nem tudna profitálni. Végig kéne gondolni, most hogyan jutott idáig? Nem tudom, hogy láttátok-e ezt, talán a 444 kereste elő, vagy találta föl 88-ból azt az Orbáni nyilatkozatot, amelyben arról beszél, hogy ez a mostani kormányzat, ez a mostani vezetés, ez egyszerűen párbeszéd képtelen, nem lehet, nem figyel oda a másoknak a véleményére, nem lehet megvitatni semmit, csak a saját véleményét hangsúlyoz, és azt hiszem azzal zárja, hogy jól fenébe kellene a végén őket rúgni. Tehát pontosan azt a helyzetet írja le, amely helyzetben ő saját magát sodorta, vagy ebbe az irányba ment, ahogy vagy eleve ilyen volt ő maga, hogy az Oli mondja. Szóval, hogy ezt mondom, most ma délután láttam egy 88-as nyilatkozatát az Orbánnak erről. Tehát, hogy azt látom, hogy minden kérdés élére van állítva, és fekete-fehéret kell játszani. Tehát vagy ide állsz, vagy a túloldalon vagy. Vagy azt mondod, amit a kormány mond, vagy ha nem azt mondod, akkor valakinek a bérence vagy. Tehát akkor bábú vagy. És nincs árnyalt véleményt, ezért nincsenek viták se, és ezért látszik úgy, mintha valóban Orbán Viktort idézve a lázadás éve lenne. Mert az az értelmiség, amelyik árnyalt érveléshez szokott, az inkább vagy nem mond semmit, vagy ha mond valamit, akkor elég kategórikusan mondja az ellenkezőjét, és próbálja védeni saját álláspontját, hiszen most már ő is falhoz van állítva, és az a számára is az egyetlen lehetőség, hogy vagy ott maradsz, és megvett a Soros, ugye ezt érzékeltette a miniszterelnök is ebben a vasárnapi interjújában, hogy nem tudjuk az okát, hogy mi lehet, de valószínűsíthetően valamiféle befolyás szerzett Soros György, vagy Brüsszel, vagy valaki más. Tehát valami módon megvették őket, nem autonómok, nem gondolnak valamit a világról, és az a valami, amit ők gondolnak, az szembe van azzal a nagyon direkt és nagyon túlpolitizált állásponttal, amit a kormány képvisel. Megjegyzem azért, azt hagyd tegyem hozzá az Oli mondandója után, hogy Orbán Viktor azt gondolja, hogy nagyon sokat tett azért, szerintem okkal gondolja, nagyon sokat tett azért, hogy az úgynevezett polgári tábor erős legyen, gazdasági alapjai legyenek, az intézménye, médiája az el legyen látva anyagi erővel, és ezért cserébe elvárja a médiájától, az intézményeitől, a benne dolgozóktól, hogy a kényes ügyekben mellette álljanak ki. Igen, és ez szerintem ez helyén való is, mindaddig, amíg azért ezt az autonómiát biztosítja. Igen, tehát ez csak nem egy katonaság, nem arról van szó, hogy... Igen, de pont ez az, hogy a harci logika felé viszi az egészet. Csak a politikai logika érvényesült, tehát
Ha nem állsz ki mellettem, akkor ellenem. Na de ugyanakkor az új év húsvéti interjúk valamelyikében azt mondja, hogy itt mindenki szabadon érvelhet és mondhat véleményt. Hát csak nem érdekes, amit beszél. De azok, akik meg ugye most beszéltünk róla, hogy tőle eltávolodnak, azok meg szinte kizárólag. Ez a mondat, ugye ezt az általános sajtószabadság kapcsán szokták mondani, hát hiszen sajtószabadság van, leírhatod, elmondhatod a véleményedet, mi is itt elmondhatjuk. Itt is ő azt mondja, hogy hát milyen virágzó demokrácia van, hiszen elmondhatják a véleményüket. Csak éppen a társadalmi vita, a párbeszéd az, ami nincs meg, a befolyás nincs meg. Tehát nem arról van szó, hogy mi beszélünk egymáshoz, vagy ellentétes véleményeket megfogalmazunk, és próbálunk közelíteni, és valamilyen konszenzust, hanem az van, amit a Gábor mond, hogy abban a pillanatban teszem, tehát meg akarnál vitatni valamit, te harci logika mentén egy ellenséges tábort erősítesz, ellenségé válsz. Ugye beszéltünk Schmidt-Mária. Orbánnak az elmúlt 25 évét ez jelmezt, és ő büszkén vállalja, hogy ő mindig harci logikában gondolkodik. Egyszerűen ez a lételeme, és nem tud máshogy gondolkodni. Van egy probléma. Egy mondatot ehhez. Ha valaki 7 éve kormányoz, az elmúlt 2 évtizedben 11 évet kormányzott végig, akkor... Hogy hirdethet forradalmat? Mit csinált eddig? Miért kell forradalom 7 év után? 7 éve kormányod, most akar forradalmat? Csak ezt akartam mondani, hogy nem mindegy, hogy ellenzéki pozícióból harcolsz valamiért, nem mindegy, hogy egy krízis szituációban harcolsz valamiért, vagy egy konszolidált időszakban hirdetsz harcot. De nem szereti a konszolidációt. Ez egy nagyon nagy különbség. És akkor még egy dolgot hagyj említsek. Tehát Schmidt-Mária cikke még nem került szóba. Nagyon hosszú cikk, szerintem kevesen olvashatták, de bízhatunk abba, hogy a közönség, amely bennünket elvisel hosszú időn keresztül, az talán el fogja olvasni ezt az eszét. És azért nagyon érdekes. Szerintem nem érdemes szembeállítani Király Miklóst és Schmidt-Máriát, mert Schmidt-Mária írását is igaznak gondolom, meg Király Miklósnak a szavait is igaznak gondolom. Tehát Mária, amiket ír Sorosról, azok nagyon megfontolandóak és fölépített az egész rendszer. De érdemes azt megnézni, hogy Soros milyen eszközöket használ azért, hogy az ő szándékai érvényre jussanak, sikerre jussanak, és hogyan érvényesül, hogy használja ugyanezeket az eszközöket a magyar kormány is, konkrétan Orbán Viktor. Tehát amikor Schmidt-Mária kritizálja Soros Györgyöt azért, hogy a médiában csak egyféle hangot tűr el, és az ellenkező hangokat kitakarítják a liberális médiából, akkor azt lehet mondani, hogy ugyanez felfedezhető most már a kormányzati médiában is. Tehát nincsen kritikai hang, nincsenek kritikai tények se. Tehát bizonyos dolgok nem történnek meg, az egyszerűen kimarad. És lehetne még sorolni más, nem csak a médiával kapcsolatban, más eszközrendszert, hogyan szerez meg egyes működő gazdasági rendszereket Soros György, milyen módszerekkel, és hogyan szerzi meg a magyar kormányt, csak utalnék Zsolnai cégnek a történetére, amely ugyan nem került át kormányzati tulajdonba, de hát mi mindent követtek el annak érdekében, hogy egy olyan cég, amelyik a jövőben komoly állami megrendeléseket kapna, az állami tulajdonba is, illetve állam a kormányhoz közeli tulajdonos kezébe kerüljön. Tehát szerintem, ahogy Gyurcsány Ferencnél nagyon igaz volt az, és nagyon tanulságos az, hogy nem hazudhatjuk magunkat keresztül az igazságig, ugyanúgy nem lehet Soros György eszközeivel harcolni Soros György ellen, mert ha megutáltatjuk Soros Györgyöt, közel van hozzá a kormány, hogy megutáltassa a Soros Györgyöt, vagy már sikeres is ebben, meg fogjuk utáltatni a saját módszereinket is, hogyha ugyanazokat használjuk. És ez szerintem egy komoly veszély a kormányban. Meg. Ez lehet abszolút kontraproduktív. Hát azért megmutatja a Soros György, nem egy pozitív személyiség Magyarországon. Egyelőre te ezt csak úgy nagyon gondolt. Hát, nagyon sokan mondják, hogy igen. Hát, igen, de ez a nagyon sok az kevés. Erre hoztam azt, hogy egy egész garnitúrát, akik kint voltak és protestáltak
azokat most Soros Bérencnek nevezték. Ezek az emberek pontosan tudják önmagukról, ismétlem önmagam, hogy ők nem Soros Bérencek. Tehát ilyen szempontból szerintem abszolút kontraproduktív. Péter, ez nem fölmentés, mert lehetsz úgy is valakinek az eszköz, hogy nem tudod, hogy te valakinek az eszköze tehát vagy. Tehát ezek ennyire nem öntudatlan emberek. Nem azért, mert öntudatlan, tehát lehet úgy befolyásolni. Hozzáteszem, ahhoz kell egyfajta, ezért mondtam, hogy ott lehet tüzet rakni, vagy tüzet gyújtani, ahol a száraz a talaj. Tehát kell, hogy legyen valamiféle elhatározottság ezekben a fiatalokban. Pusztán azért, hogy a Soros beadja nekik az impulzust, nem indulnak el. De most el. Azt akarod erősíteni, hogy ezeket a demonstrációkat tulajdonképpen Soros György impulzusai alapján rendezik én meg. Azt akarom mondani, hogy ha igaz is az az állítás, hogy Soros György mögötte áll ezeknek a tüntetéseknek, önmagában kevés az ő elhatározása, hogy ezek a tüntetések ilyen módon és sorozatban működjenek. Én már nem vagyok fiatal ember, de elhatározottságom van, hogy ezt a műsort most itt berekezzük, mert hogy majd a jövő héten valamikor folytatjuk. Köszönjük szépen a figyelmet, viszontlátásra!